az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Emir Kusturica, világhírű rendező nemrég azt mondta egy nyilatkozatában, hogy Európa lényegében az Egyesült Államok gyarmata, de Magyarország nem hagyja, hogy Európával együtt elsüllyedjen. De hogyan lehet válságálló a magyar kultúra? Mai adásunkban elsőként erre keressük a választ. Besúgóhálózatok, taxisblokkád és egy beszéd, ami felforgatta a magyar politika állóvizét. A filmes szakma egyre bátrabban tematizálja a magyar közelmúltat. De vajon hogyan kell és lehet beszélnünk a közelmúltunkról? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója szerint nem konjunkturális, hanem strukturális válaszokat kell adnunk. Kultúra nincs közösség nélkül, de mi lesz, ha megosztod a közösséget és a tagjait digitális magányba kényszeríted? Ezt már Réz András filmesztéta mondja. A stúdióba várjuk Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját, aki úgy gondolja, hogy ebben a helyzetben saját magunk nyelvőrei, fejlesztői és tolmácsai is kell, hogy legyünk. És érkezik hozzánk Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet igazgatója, aki úgy véli, sem Európa, sem Magyarország nem fog elsüllyedni. Jó estét kívánok, üdvözlöm nézőinket, és köszöntöm a stúdióban vendégeinket, szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. Megint egy tulajdonképpen kultúrharcos, vagy civilizációs problémával kezdünk. Emir Kusturica, ugye helyesen így kell mondani szerbül, azt mondta, hogy Európa lényegében az Egyesült Államok gyarmata, de Magyarország nem hagyja, hogy Európával együtt elsüllyedjen. És még lehetne hozni másokat is. Ez egy olyan kijelentés, ami a mai mainstream filmvilágban még egy olyan szerzőtől, egy olyan rendezőtől is, mint Kusturica, aki azért Cigányok ideje, Macskajaj, Apa szolgálati útra ment, és még lehetne sorolni, Arizonai álmodozók, stb. Tehát ő nagyon beírta a filmművészetbe a nevét, de úgy tűnik, hogy ezzel ki is írta magát szerintetek. Van erről? Szó lehet erről? Gábor, kezdjük vele. Hát kiírni biztos, hogy nem írta ki magát, mert szerintem minden... A mainstreamből sem? Hát nem hiszem. Szerintem azt gondolom mi is, bár persze nem akarom megelőlegezni a többieknek a véleményét, de szerintem józanul gondolkodó emberek, én azt feltételezem, hogy el tudják választani a művészi teljesítményt, amire te hivatkoztál, és mondjuk az aktuális politikai folyamatokra adandó véleményt. Azért Kusturicának a filmjei valóban úgy vannak, ahogy te mondtad, jelentősek, de azért vihart is kavartak, főleg azok, amelyekben azért volt politikai állásfoglalás. Az undergroundra gondolsz. Underground, igen. Az underground körül már hatalmas vihar volt, hiszen az magát a háborút egy értelmezésben tárta elénk, egy olyan értelmezésben, amivel nagyon sokan vitatkoztak, és nagyon-nagyon sok kritikát is kapott Kusturica. Szóval én például egyáltalán nem értek egyet azzal, amit mondott, mert szerintem Európa nincs süllyedőben, vannak problémák természetesen, amit látunk, nyilván fogunk ebben a műsorban erről beszélni. Nem egyszer beszéltünk már itt is, ugye én is a cancel culture-t szörnyű dolognak tartom, de egyetem gondolom, hogy ez a nyugati civilizációnak véget fog vetni, hanem ki fogja bírni természetesen, és túl lesz rajta, csak ez egy hullámvölgye. Tehát vannak problémák, a Kusturica szerintem sok mindent jól talál el a problémákból, de nem lesz vége sem Európának, sem Magyarországnak kulturálisan, tehát több távol állunk szerintem. Szilveszter? Hát nagyon jó lenne, hogyha ezzel az ember nem írná ki magát, hogy van egy politikai véleménye. Tehát akkor mit csináljunk, nem tudom, Csárd Gézával, vagy van néhány olyan zeneszerző, aki szintén a családját kiirtotta, de közben kellően régen volt, és játsszuk a műveit. Tehát, hogy valahogy a művészi értéket, meg a megalkotott műalkotásokat időnként olyan elegánsak vagyunk, hogy még hajlamosak vagyunk bestiális tettektől is függetlennek látni. Hát még egy teljesen ártatlan és ártalmatlan a szólásszabadsággal élő állásfoglalást tiltakozni kéne valójában, hogyha valaki emiatt ezt a filmrendezőt elkezdenék kirekeszteni. Igazán intoleráns megnyilvánulás volna, miközben ő csak élt azzal a joggal, amit a jóisten meg a demokrácia is adott neki, hogy kinyithatta a száját. Jó, csak erre mondta Kusturica, hogy akkor innentől kezdve lemondott kvázi önként a Cannes-i díjakról, mert innentől kezdve nem számít rá. És... Hát, ha nem így lesz. De várjál, sokkal bonyodalmasabb. Mi lesz holnap?
Most úgy ülünk itt, mintha Kahn örökre lenne vasalva ezekkel az elvekkel. Mivel, hogyha a hatalomiparosok megint felforgatják egész Európát, a Kahn-i megmondók pedig úgy döntenek, hogy már nem is úgy gondoljuk. Tehát ezek a mindenféle fesztiválok folyamatosan változnak. Szeretnénk azt hinni, hogy ezek ilyen örök, baromi nagy értékőrzők, a csöndes válasz az, hogy egy túrót. A dönnökök, a zsűrik folyamatosan változnak, hiszen körülöttük a világ új eszméket dob fel. Ha azt kérdezed, hogy mi lesz jövőre Kusturicával, halvány fogalmam sincs, mert nincs fogalmam se arról, hogy mi lesz jövőre Európában. Tehát én egyáltalán nem gondolom, vele tökre egyetértek. Elmondta a véleményét, na most ilyenkor ne Kusturicáról beszélgessünk, hanem arról, hogy maga a gondolat, amelyet fölvetett, az mennyire érdekes. Tehát engem nem az izgat, hogy most ezt az embert most utáljuk vagy szeretjük, bár tudom, hogy ez most nagyon benne van a levegőben, hogy más nem tehetsz. Ez a Kusturica, tiéd a szívünk, Kusturica, kösd fel magad. Ezt töröld, fölvetett valamit, ami, hogy mondjam, civilizációs kérdés, hogy vagy egy globalizált világ problémája? Domáljunk róla egy kicsit, hogy tényleg mi van, hogy kitartja meg a kultúrát, egyáltalán mi az, hogy kultúra? Hogy a hatalomipar meddig nyomulhat be a közösségek életébe, meg az egyes ember életébe. És akkor mondd azt, hogy itt van például Kusturica, ő úgy látja, én meg amúgy látom, tehát basszus, menjünk már át egy ilyen beszélgetősbe, hogyha elhangzik egy provokatív mondat, és ne az, hogy járjon az eszünk, hogy hát ez meg már milyen ember. Szóval én egyáltalán ezért nem vagyunk harag. Itt, András, tehát ez egy apropó. Nyilvánvaló, hogy azért vagyunk itt, hogy ezt a jelenséget megvizsgáljuk. Szilárd, szerinted? Rögtön is kezdek vitatkozni meg Gáborra, mert hogy az, amit ez az ember, teljesen mint egy kicsoda, de hogy felvetett, az szerintem egy legitim felvetés. És egy kicsit hátrébb lépünk kettővel, most nem a kultúra oldaláról nézzük, hanem hatalomipar szempontjából nézzük. Tehát megnézzük, hogy az Európai Uniónak milyen képességei vannak, és kitől függ a mi szuverenitásunk, mint uniós szuverenitás megmaradása, még egyáltalán az egész életünk, általában a kultúrát így szoktam érteni, hogy az egész életünk, akkor azt látjuk, hogy jelentős mértékben kitettek vagyunk az Amerika Egyesült által vezérelt NATO-nak, tehát hogy van egy paraván, amit NATO-nak hívnak, de gyakorlatilag most Európa úgy ugrál, ahogyan az Amerikai Egyesült Államok fütyülnek, kívánt az Európai Unió vezetéséről beszélek. Tehát az orosz-ukrán háborúban sok minden kijött, de ami leginkább kijött az, hogy az Európai Unió képtelen az önálló érdekérvényesítésre. Tehát most jelen pillanatban mi nem a saját érdekeink mellett állunk ki, hanem az amerikai érdekeket szolgáljuk. És ez az, amit Friedman megírt a könyvében, hogy 2030-ra ez az euróatlanti nagy összeborulás az érdekütközésé fog fajulni, és mi jelen pillanatban vesztésre állunk ebben a csatában. Tehát ha Kusturica úgy értette a gyarmati létet, mint önállóságától megfosztott, más hatalmi központok által vezérelt, nem szuverén létmódot, akkor szerintem neki messze menően igaza van. Az ez egy másik kérdés, bocsánat, ez egy másik kérdés, hogy kulturális ellenállás Európai Unióban, azon belül Közép-Európában van a woke őrület ellen, meg a cancel culture ellen, de azt én leválasztanám a gyarmati, nagy politikailag értett gyarmati létmódról. No, szóval ugye a Kusturicához visszakönyve aztán, amit ugye Szilárd mondott, tehát a kusturicai gondolatok azok szerintem jogosak, és mindenkinek jogosak a felvetései, ha jól értelmeztem, Szilárd, te is hasonlóképpen vélekedsz, akik azt mondják, hogy féltik az európai kultúrát, féltik a magyar kultúrát. Ugye te is hivatkoztál arra, hogy az Egyesült Államok dominálja Európát is, tehát az európai kultúra is ilyen értelemben a szuverenitásáért küzd, vagy ha úgy tetszik, veszélyben vagy. Tehát ezek jogosak szerintem, mert Amerika nagy hatalom, kulturálisan, gazdaságilag, politikailag is. De pont kulturális téren szerintem Európa is nagy hatalom. Tehát nem csak az operában, nem csak a zenében, máshol is, filmekben, irodalomban és máshol könyvekben is látjuk azt, hogy bizony nagy hatalom vagyunk még az Egyesült Államokkal szemben is. A szuverenitásunk az katonailag kétséges, sőt nincs is Európának, mert a háború azt bizonyította be, hogy az amerikai védőernyő nélkül mi védtelenek vagyunk. Katonailag így van, már gazdaságilag sem vagyunk annyira, hogy mondjam, teljesen az Egyesült Államoknak kiszolgáltatva. Gondoljatok csak bele, hogy
ugye az egyik napi vitakérdés az, hogy na most az északi áramlatnál kirobbantott, vagy ki mit csinált a vezetékkel. Arról az északi áramlatról van szó, amit az Egyesült Államok a leghatározottabban ellenzett, mégis Európa az oroszokkal együtt megépítette. Tehát csak egy példa, és számtalan ilyen van, tehát az Európai Uniónak és Európának számtalan önálló, példa, Gábor. Arra, hogy önálló gazdasági törekvései vannak Európának. Vagy arra, hogy valaki mégis felrobbantotta. De honnan tudott, hogy ki? Megépült, honnan, de azt még nem, de azt most, azt nem tudjuk, hogy ki. Lehet, hogy az oroszok, lehet, hogy az amerikaiak keze van benne, lehet, hogy valami harmadik fél, akire nem is gondolunk, de nem tudjuk. A koncepció már megdőlni látszik, nem tudjuk. Nem belülről robban. Kulturálisan pedig más a helyzet. Tehát igen. Kulturálisan mindannyian tudjuk, hogy az Egyesült Államok most félretéve a tömegkultúrát, amiben nyilván András is komoly szakértő, de tehát egyébként az úgynevezett nem, tehát nem tömegkultúra területén is azért Európa ma is mérvadó. Tehát ma is olyan, amihez igazodnak az Egyesült Államok. De bocsánat, de ha Kant említette Kusturica, ő Kusturica, említette Kant? Említette, igen. A Káni Fesztiválon most a Top Gun volt versenyen kívül, de a nyitófilm. Hát ez korábban nem fordultott volna elő. Tehát igenis, kulturálisan is érződik egy, és hát egyébként pont milyen film. Tehát nem valami amerikai szerelmes film, hanem pont a Top Gun. Tehát én azért érezni vélem ezt a erőteljes pressinget, amelyik utálisan is ér minket. Figyelj, én tök másonnan közelítem meg. Ugye, amikor azt mondja, te azt mondod, hogy a kultúra maga az élet, hogyha most leegyszerűsítem. Én nagyon hasonlóképpen úgy fogalmazom meg, hogy a kultúra az az egyetemes használati utasítás a világhoz, a többi emberhez, mindenhez. Na most a kultúra viszont nincs közösség nélkül, félreértés ne essék. Tehát a kultúra addig van, amíg van a közössége. Ha kiírtod, akkor nagyon sajnáljuk. Ha megosztod, szembefordítod a közösséget önmagával, akkor is kultúraveszés lesz. És van egy másfajta kultúraveszés, ezt most éljük meg. Belenyomnak bennünket, és itt félreértés ne essék nem csak az Egyesült Államok, hanem maga Európa is digitáliában. Tehát egy ilyen fura digitális magány, ahol úgy érzed, hogy te vagy mindig a világ közepe. Tudod, ez olyan, hogyha lenne egy akkora selfie botod, amelyik az univerzum végéig ér, akkor mindig te lennél az univerzum közepén. Na most ilyen ez a rohadék világ, és mivel elveszíted az élő emberek közösségét, meg a hagyományodat, meg a kötődést, meg minden francot, a kérdés számomra nem úgy tétetik fel, hogy Amerika hogyan pusztítja el ezt az egészet, hanem lehet, hogy mi magunk pusztítjuk el a saját kultúránkat azzal, hogyha bemegyünk ebbe az utcába, és azt mondjuk, hogy maradj otthon, ülj a monitorod előtt, mondj le az embertársaidról, az embertársad veszélyes, vírushordozó, szemétláda, ne kerülj hozzá közel. Én azt hiszem, hogy az erős kultúra pusztítás, az pontosan ott zajlik, amikor azt mondod, hogy ha a világhálón megtalálod a neked kedves embereket, és a te tényleges közösséged bakfit, mert amúgy meg a saját közösséged védene meg attól, hogy lerohanjon a világ, hogy lerohanjon egy másik civilizáció. Hát ha lemondunk róla, lemondunk, ilyen az élet. Organikus közösségek szétverése, Szilárd, szerinted? Én nagyon tudok most Andráshoz csatlakozni azért, mert én most már hetek óta próbálom félreverni a tamtamot a kultúrafogyasztó és a kultúrahordozó megkülönböztetésével, tehát hogy nekünk egyetlen esélyünk az, hogy a kultúrahordozóként tudunk létezni, vagy utasításokat, vagy használati utasításokat életbe léptetni, és a kultúrahordozás az valóban nincs közösség nélkül. És ez az, amit egyébként a 20. század tanított meg nekünk, csak mostanában kezdjük elfelejteni, azt Hannah Arendt mondja ki, hogy az emberi jogokat, tehát az egyetemes emberi jogokat sütheted, ha nincs egy politikai közösség, aki szavatolni tudja ezeket az emberi jogokat. Tehát a politikai közösség számunkra, legalábbis európaiak számára, az mindig a nemzet. Valahonnan innen indulunk el, most már lassan 200 esztendeje. Tehát, hogy az a típusú közösség, amelynek a tagjaként te rá tudsz nézni a világra, és amelynek a kultúráját hordozott. De a kultúrahordozásban én azt is beleértem, hogy be tudjuk csavarni a villanykörtét, mert nem csak az, hogy ebben kooperálva, hanem hogy nem mindig szolgáltatásokat vásárolunk, hanem visszállunk abba a hasznos tudásba, amit az elmúlt 1100 esztendőben felhalmoztak az őseink. Tehát ha ezt nem lépjük meg, akkor marad az, amiről András beszél. És ennek megvan egyébként az offline
verziója is. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy menjetek be bármilyen lakásba Európába, IKEA bútort fogtok látni. Tehát uniformizáljuk a tárgyi valóságunkat, ezáltal megtagadjuk a saját tárgyi valóságunkat, és ugyanezt történik a digitáliában is, ami András beszélt, ez a meta, amit most formálnak a Facebooknak a romjain, vagy az alapjain, ahhoz neked készen kapott avatar elemeid vannak. Tehát egy olyan virtuális környezetbe tolnak be, ami nem a te valóságod, nem a te környezeted. Nincs. És innentől kezdve elveszíted a teljes kultúrádat. Még egy gondolat ehhez, amiről beszélünk, visszakanyodva arra, ahogy indultunk, és amit a Szilárd is mondott az elején, még valamit vetnék fel, méghozzá az, hogy, és egyébként egy kicsit távolabbról nézve, pár lépést távolabb menve a problémától, én azt gondolom, hogy azt is meg kell vizsgálni, hogy érdemes egyáltalán, tehát milyen módon érdemes az amerikai, úgynevezett amerikai kultúrával hadakozni, tekintettel arra, hogy te is ugye azt mondtad, hogy atlanti kultúra. Euróatlanti együttműködés. Euróatlanti együttműködés, oké, akkor ezt én terjesztem ki erre, tehát én azt gondolom, hogy létezik egy ilyen, tehát én az amerikai Egyesült Államokat ugyanannak a kultúrkörnek a részének tekintem, amit mi vagyunk. Tehát ez nem csak hogyan politikailag, katonailag és gazdaságilag van euróatlanti együttműködés, hanem kulturálisan is. Természetesen van az Egyesült Államok egy nagy ország, ahogy mondom, gazdaságilag is persze van pressziója, katonailag, ugye beszéltünk erről, kulturálisan is van hatása, hiszen egy világbirodalomról van szó, egy hatalmas országról, óriási gazdasági erővel, de ugyanannak a kultúrkörnek vagyunk a részei. Az atlanti kultúrkörnek, a nyugati világnak, ha úgy tetszik. Éppen ezért veszélyes a cancel culture, amikor arról beszélünk, hogy a fehér, keresztény, heteroszexuális férfi, nem tudom mi miatt, tehát hogy elkezdjük kinyírni a saját nyugati, amiről te beszélsz, az a nyugati kultúráról beszélünk, és az valóban az Egyesült Államok létrehozója utána. A világ, a háború abszurditásáról szerintem a legjobb könyvet Joseph Heller írta, a 22-es csapdáját, tehát ezt bármikor merem vállalni, ezt a véleményt, tehát egy amerikai Foster, aki háborús pilótaként tapasztalatokat szerzett, de nem gyalogolt át rajta a háború, mint rajtunk, közép-európaiakon. És ebben bíztunk eddig. Tehát ez volt az önbecsapásunknak a forrása, hogy azt gondoltuk, hogy Amerika Egyesült Államok ugyanazt gondolja kulturálisan, ugyanazon kulturális kódok mentén gondolkodik, mint mi. Csak ott közben megváltozott a demográfia, megváltozott egy csomó minden az Amerikai Egyesült Államokban, amit mi nem vettünk észre. Erre tudok mondani egy egészen szélsőséges példát, és látszólag ide nem tartozó példát. Ma az egyik legnagyobb tartalomfogyasztást biztosító platform az a YouTube. Magyarországon a leghallgatottabb rádió az a YouTube például. Most a YouTube, mint globális cég, hogyha stagnál, tehát ha nem növekszik, akkor az halott. Következésképpen ő keresi a következő fogyasztói társadalmat, tehát ahol ő tud növekedni, és ez nem Európában van. Tehát mi egy előregedő társadalom vagyunk, egyre kevesebb fiatallal, egyre kevesebb pénzzel, egyre kevesebb költhető pénzzel. Következésképpen a YouTube-nak a stratégiája, ez a fekete bőrű lakosságra kezdett áthangolódni, aminek lehet, nem, még nincs, de lehetséges egy olyan következménye, hogy az európai tartalmakat, pláne az ilyen kis nemzeti nyelveket, mint a magyar tartalmakat, azt lecsavarják, hiszen nem mi vagyunk a célközönségben, nincs politika, ez csak üzlet. De ha lecsavarják most a YouTube-ról, hátrébb sorolják az algoritmussal a magyar nyelvi tartalmakat, akkor a kortárs magyar kultúránk körülbelül a több mint kétharmada eltűnik. Mindenki oda pakolja fel. Tehát ez a bizonyos gyarmatosításnak a kulturális lába. Tehát, hogy olyan szolgáltatásokat, platformokat fejlesztenek ki, ami baromi kényelmesek, nagyon jók, tehát, hogy tényleg használja az ember. Csak azáltal, hogy felpakolod a kulturális adatvagyonodat, kulturális vagyonodat odaadod nekik ingyen és bérmentve, onnantól kezdve kiszolgáltatottá válsz. De nem csak a kulturális vagyont adjuk oda nekik ingyen és bérmentve, hanem az úgynevezett fogyasztói adatvagyonunkat is. Tehát ma a Facebook, a Google, a YouTube sokkal többet tud rólunk, mint mi magunk, saját magunkról. Igen, mennyire léptünk el az alapkérdéstől, mert ha jól tudom azonosítani azt, amivel elkezdtük, én még mindig a körül forgok, ti már egy kicsit messze. Nem, te szerintem közel vagyunk, mind az alapkérdés. Hol van a jéghegy, hol van a Titanic és mélysége. Amerikának, és ez teheti-e úgy, hogy a művészetét nem illeti egy billog, vagy esetleg tud-e folytatódni, vagy értékén mérik-e majd meg esetleg akár egy európai fesztiválon, és én még mindig e körül vagyok, hogy hát tulajdonképpen az összes, amiről eddig beszéltetek, András is, most Szilárd is, ezek a nagy globális digitál impériumok, ezek
pind amerikaiak. Milyen érdekes, egy 330 milliós ország az egész világot ilyen értelemben maga alá hajtotta, nyilván mondjuk Kínát vagy Indiát talán nem olyan mértékben, de Európát biztos. Miközben a lakosságszám, vagy nem tudom, a történelmi potenciál azért legalább ekvivalens is lehetne, de a YouTube, meg a Facebook, meg az összes többi, a Google is akarom, de ez mind onnan is, hát Hollywood. Tehát, hogy valójában, ha jól értem, ez a nagyon európai, ráadásul még a Balkánról is érkező rendező, azt érzést tételezi föl, nyilván nem minden ok nélkül, hogy már szóval se lehet illetni egy olyan hatalmat, amik a kultúrában is nyom le, digitális kultúrában is nyom le, filmkultúrában abszolút lenyom. Hát hol van a francia film ahhoz képest, ami a 20 éve volt? És nem csak Kánban, máshol is. Nem egészen így van, mondod. De ti tényleg nem érzitek, vagy ez csak valamilyen PC, hogy jön szembe az amerikai úthenger kulturálisan is? Hát ez totál így van. Tehát innen értem meg a mondatát. A franciákra hivatkoztál. Franciaországban van nézője a francia filmeknek. Én arra szoktam hivatkozni, hogy 5 éve a Star Wars nem tudom én hányadik folytatása jelent meg Olaszországban, és egy olasz szatíra, a Quo Vado, bocsánat, lenyomta. Az volt az év legsikeresebb filmje. Tehát magyarán ott még létezik az, vagy létezett, a fene se tudja, hogy a lezárások után még hogy működik az a kultúra. Azt mondta, hogy bocs, a mi filmünk, lehet, hogy nincs benne számítógépes varázslat, de közünk van hozzá, mert arról az életről számol be, amelyben élünk. Szatíra. Az olaszok egyébként imádják a szatírát. Ezek megint ilyen fura helyi kulturális izék. Tudod, az előbb azt akartam mondani, amikor beszéltél, hogy itt egy elütési hiba van, mert hogy néha összekeverjük a közönséget a közösséggel, arról beszéltél imént. Na most az olaszok meg fura módon találnak valami közös élményt abban, ahogy az ő filmjeik bírálják a bürokráciát, a teszefoszáskodást, a baromságokat. Tehát tudnak nevetni a saját életükön. Na most ugyanez, meg nem biztos, hogy egy másik világban, egy másik európai országban ugyanígy működik. De a Netflixen nem találod meg ezeket a filmeket, és az is egy omadik cég. Na de könyörgöm. Milyen érdekes. Tudom, ez rémes, amit mondani fogok. De mi van akkor, hogyha az én közösségem preferálja helyi kultúrát? A büdös életben nem fogod látni ezeket a francia, olasz, spanyol, német, nem tudom milyen filmeket. De mi van akkor, hogyha az alkotók azt mondták, nem fesztiválra csináltuk, nem Netflixre. Oké, de csak akkor itt igen. Csak játszik az a dolog, hogy akkor egyfajta ugyarmatosítás van, tehát hogy ráadásul a gyarmatosítottak is letesznek arról, hogy valahogy harcoljanak. De ez már egy komoly veszély. Én más gondolok erről, tehát ez a gyarmatosítás azért nagyon, a gyarmatosítás maga nagyon más volt, amiről beszélünk. Tehát az, hogy van egy verseny a világban, akár a kultúra területén, és nem baj. Ugye a Szilárd említette Joseph Heller példáját például, de miért ne jelennének meg egy amerikai szerzőnek, és 100 és 1000 más amerikai szerzőnek Magyarországon könyvei? Ez a rendjén való verseny van a kultúrában, és jelenjenek meg. Az más kérdés, hogy még egyszer mondom, Amerika nagy hatalom, nem beszélve arról, hogy 340 millióan vannak. Tehát más kaliber természetesen, mint egy 10 milliós Magyarország. Nekünk az a dolgunk, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy a magyar kultúra is megfüggjön emellett jelenlét. Európa volt a mérleg más is serpenyőjében. Európa is ugyanez, tehát azért még én is átéltem, ugye az András István, Szilveszter és Szilárd végtelen fiatal, ő talán ezt nem, amikor ugye az orosz kultúrát kellett azért imádni ebben az országban, hogy mondjam, hát a minden iskolai versenyen orosz könyvet kaptunk, vagy szovjet szerzőnek a könyvét. De most akkor a másik oldal a másik suliba jártam, de mindegy. De bocsánat, de szóval az erőszak volt, ez más, ez verseny, még egyszer mondom, a versenyben értelmesen ott kell lennünk, fel kell vennünk egyébként a harcot, ha egyszer úgy tetszik, ezzel az amerikai erővel, kulturális erővel, és én ebben nem látok problémát, ez egy kihívás Európa számára. Még egyszer mondom, Európa, ezt Amerikában is tapasztalhatjátok, mindannyian jártatokat nyilván, Európa az a helyzet, hogy továbbra is az Egyesült Államok számára is kulturálisan
egy igazodási pont. És ez nem fog megváltozni. Tehát hiába van YouTube és egyebek, lesz majd más a YouTube mellett, hogyha a YouTube teljesen olyan lesz, ami olyan vállalhatatlan, hogy tele lesz cancel culture-ral és egyebek. A cancel culture-t is egyébként egy átmeneti jelenségnek tartom, végtelenül károsnak, de átmenetinek. Gábor, bocsánat, de amit elmondasz, és itt azért hozzuk be egy picit a magyar szállat is most már, amit elmondasz, az alapján Európa, az európai kultúra az ütésállónak tűnik, de azért a napi tapasztalatunk nem feltétlenül lesz. Tehát akkor, amikor Szilveszter arról beszél, hogy mik nem jelennek meg azon a bizonyos Netflixen, amikor azt de látjuk, hogy, bocsánat, hogy gyakorlatilag én folyamatosan maga... csak közép-európai filmeket látok. Oké, de amikor, ha megnézed, hogy például a cancel culture hogyan kezdődött, annak az elsődleges célja az volt, hogy az amerikai neoprotestáns civilizációt, neoprotestáns kultúrát szétverje. És Amerikából indult, csak úgy hívták, hogy Szilícium völgy, Silicon Valley-ból indult el, és azok az őrületek, amiket létrehoztak egyébként zseniális tudású emberek, azok egyfajta társadalom mérnökeskedésben merültek ki, és a társadalom mérnökeskedés volt az is, amit annak idején utáltunk általános meg középiskolás korunkban, hiszen ugyan abban az időben jártunk iskolába. Szilárd? Én azért vitatkoznék Gáborral ebben, hogy ez most verseny, vagy nem verseny, mert a kultúrában, illetve főként a tudományban, egyetemeken pozíciókat, a kulcspozíciókat elfoglaló emberek elkezdtek hirtelen idomulni ehhez a kulturális egyfajta kulturális hegemóniához. Tehát, hogy van olyan filmrendező ismerősöm, aki azért jött haza az amerikai egyetemre, egyszerűen nem a tehetséges gyerekeket vehette fel, hanem kvóta szerint kellett felvennie. Tehát a két tehetséges ember közül nem azt vette fel, aki tehetségesebb, hanem az, akinek valamilyen színű volt a bőre, vagy nem tudom milyen nemet mondott magáról, vagy érted, valami fajta ilyen kvótát kellett teljesítenie. És ezen most mosolyognánk, hogyha Brian May nem azt mondta volna, hogy ma már a Queen se lenne elég színes ahhoz, hogy a mainstreambe felkerüljön, hiszen csak egy homoszexuális énekesük volt, tehát nincs... Kevéske. Tehát, hogy kevés lenne ahhoz, hogy ő most ott szerepeljen. Tehát, hogy ez így felszivárog a mainstream kultúrába, az egyetemi, az akadémiai életben, most már főként a bölcsészettudományokban, aki nem genderezik, tehát nem építi be ezt a vörös farkot, amit most éppen gendernek hívnak, vagy valami fajta ilyen védendő áldozati csoportnak az érdekében ír, akkor az úgy kevésbé tud érvényesülni. Tehát ezt a Mandineren hosszú cikksorozatban elemezték különböző tudománymetrikai elemzésekkel, meg kutatások, hogy ez hogy működik, hogy nem működik. Tehát, hogy amikor az őrület, tehát az ideológiai őrület beszivárog a tudományba, az ugye szétveri a tudomány eszmét, szétverik az egyetemeket, a safe space-ek, meg ez az egész baromság, ez szétveri az egyetemet, onnantól kezdve az a bizonyos rációnak a keretfeltételeit semmisítik meg, ami Európa primátusát adta. Tehát az a bizonyos racionalitás, ahogyan Európa nekiállt ezt az egész terraformáló folyamatot pár száz éve végig tolni. Tehát, hogy a szellemi elsőbségünk lehetetlenül el, hiszen nem tudok értelmesen vitatkozni. Ezek nem vitaképes állítások, az identitáspolitikai állítások, nem tudsz vitatkozni. Te azt mondod, te vagy, én meg azt mondom, én vagyok. Jó esetben elfogadjuk egymásról, hogy valamit gondolunk saját magunkról. Rosszabb esetben azt mondom, hogy... Ez egy teljes egybites információ. Vagy elfogadom, vagy elutasítom. De ennyit, nem tudok más csinálni. Azt mondom, hogy te nem az vagy, akinek mondod magad, akkor egzisztenciádba támadlak, tehát igen. Meg akarlak semmit. Szóval annyit hagyd mondjak erre, Szilárd, neked, hogy én egyébként ez a teljesen, amit te lefestettél, az a teljesen egyetértek. Tehát itt ugye én mondtam közben többször is, hogy óriási problémának tartom a cancel culture-t, hiszen egyébként maga kultúra, megjegyzem, nemzet, ország, államhatalom sincs, történelem, tehát gyökerek nélkül. Hát, hogyha ezt bármelyik ország próbálja felszámolni, abból óriási probléma lesz, de ez egy vita téma Nyugat-Európában is jelen pillanatban. Tehát nem az a helyzet, hogy hurrá győzött a cancel culture Egyesült Államokban és Nyugat-Európában, és kész vége mindenek, hanem ez egy vita téma, sokan vitatkoznak vele. Én például liberális meggyőződésű emberként is harcolok ez ellen, mert ahogy te mondtad, ezt egyetértek veled, a szabadságot veszélyezteti. Tehát az, amikor megvan adva egy keretrendszer, amiben gondolkodhatsz, és nem dönthetsz például a te példád alapján
tehetség alapon, ami egyébként az európai kultúrának egy alapeleme volt, megjegyzem, tehetség alapon bizonyos dolgok mellett, hanem egyéb más szempontok alapján kell kiválasztódni, ha úgy tetszik, a már nem is létező versenyben másoknak. Nincs meg az akadémiai szabadság, hanem helyette más lép, más szempontok lépnek a helyébe, ott a szabadság van veszélyben, és a szabadság a fundamentuma egyébként annak a kultúrának, amiben Amerikával, Európával együtt benne vagyunk. Ha úgy tetszik, az egész kereszténységnek is sok tekintetben az individuum szabadsága, fundamentuma. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, ez egy nagyon komoly vitája a mai világnak, de szó sincs arról, hogy ez eldőlt volna, vagy nyerésre állnának. Most éppen a hullám az e felé megy, de ez biztos, hogy meg fog változni. Biztos vagyok benne, mert egyébként a mi civilizációnk nem fogja túlélni az elkövetkezendő évtizedeket. Mondhatok egy példát, ami kicsit földhöz ragadtabb annál. Nézem ezeket a magas röptéket itt. Képzeljétek el, hogy van egy Anna Nyertrebko nevű szoprán énekesnő, most már vagy majdnem 20 éve a legnagyobb a saját fakjában. Annak van egy azeri férje, Jusif Ejvázov. Most az Anna az nagyjából nem tud énekelni, Amerikában végképp nem tud. A férje tud, mert ugyan a férje is kvázi orosz, egy azeri, aki most itt 45 éves, az oroszul beszél leginkább, de azeri, őt hagyják énekelni. Nyáron volt egy eset a Veronai arénában, ahol a Anna és a férje együtt léptek volna föl Verdi Aida című operájában, amiben a szoprán egy etióp királylányt alakít, akit ugye elfogtak. Bekenték az arcát feketére. Úristen! Feketére. Ezt kifogásolta egy fekete amerikai szoprán, bizonyos Angel Blue, tehát ez nem egy filmszínésznő neve, egy fura szférából, ő egy jó énekesnő egyébként, Domingo is futatta egy időben, most már nem állnak szóba egymásra, mert Domingo ugye ott egy megátkozott név lett. Szóval ez az Angel Blue szólt, hogy ez nem oké, hogy ez blackfacing, hogy ez sérti a... Így van. Hát ez egy orosz nő, aki Verónában hagyomány szerint, hát mindenki ezt csinálja. Oké, akkor erre Jusif Ejvázov, aki azeri és eddig, hogy kilövési tilalom védte, szólni merészhet, hogy miért bántja Angel Blue az ő feleségét, amikor két héttel korábban ugyanezt a szerepet egy ukrán énekesnő énekelte, ugyanezzel a blackface-el, az meg senkit nem zavart. Hogy értitek-e, hogy a szerencsétlen opera világban, amelyik tényleg arról szólna, el tud énekelni? El tud énekelni. Hogy nézel ki, majdnem mindegy, még ma is. Tudnék mutatni olyan énekeseket, akikről már meg tudjátok állapítani, hogy valójában mindegy, hogy néznek ki, mert nehéz dolgokat kell énekelniük, mint egy, nem tudom, egy rúdugró, hát hogy néz ki, nem mindegy. Lényeg, hogy megugorja azt a nagyon magas... Nem örülök, támogat. Hogy ilyen kijelentéseket tesz-e, majd a rúdugrókat is korlátozzuk, jó? Nem volna jó. És ehhez a föltözagadt tényleg teljesítményelvű világhoz elkezdtek egymásra átlapolni, meg beszüremkedni különböző olyan elvek, meg meglátások, meg geopolitikai, meg bőrszín, meg egy kis vók, egy kis ilyen dolgok, hogy én már nem is tudok ellátni odáig a ti globális játszmátokig, mert én már ebből se igazodok ki. Tehát ebbe is elvesztem. És akkor menjünk tovább. Egyre több film készül a közelmúlt magyarországi eseményeiről, de milyen narratívák érvényesülnek, és vajon hogyan kell és lehet beszélnünk a közelmúltunkról? Ezzel a témával folytatjuk majd a beszélgetést egy bejátszás után. Rajtütünk az egész bagázson, és mindenkit letartóztatunk. Ez állam ellenes szervezkedés. A besúgóban a 80-as évek Magyarországát mutatták be, főhangsúly az ügynökök beszervezésén volt. Foglaljuk el a hidakat! A blokádban már az első szabadon választott kormány gazdasági problémájával és a rendszerváltoztatás utáni első legnagyobb utcai megmozdulásával találkozhatunk. A beszéd Balatonöszödön hangzott el egy szocialista frakciülésen és a Magyar Rádió honlapján jelent meg. Nincsen sok választás. A tavaly bemutatott politikai krimiben pedig a 2006-os események elevenednek meg, középpontban a TV ostromával. Ez a maguk véleménye. Az alkotókat többféle kritika érte a filmek valóságábrázolása miatt. A besúgóról például azt írták, a sorozat pontatlan történelem lecke, abszurdan mutatja be a beszervezést, népszerűségét csupán a retrólász tartja fenn.
A nemrég bemutatott blokád kritikusai szerint nem működik politikai kordokumentumként, csupán egy kurzusfilm. Az egyik portál például azt sérelmezte, ahogy Göncz Árpádot ábrázolják a filmben. A 2006-os eseményeket feldolgozó politikai thrillert pedig egyenesen propagandának nevezték. Mező Gábor kutató újságíró szerint szükség van a különféle nézőpontokra. Azt mondta, az alkotóktól függ, hogy milyen tödésben mutatják be az eseményeket. Annál jobb, minél színesebb a kép. Tehát egyáltalán nem probléma, hogyha az akkori liberálisok is elmesélik, hogy ők hogyan látták mondjuk a taxisblokád történetét, és az sem baj, hogyha valamelyest objektív szempontból is be van ez mutatva. Függetlenül a különböző szempontoktól fontos a történelmi hitelesség. Erről már Nánai Mihály történelemtanár beszélt. Szerinte a pedagógus felelőssége elegendő magyarázatot adni a diákoknak a megfelelő értelmezéshez. Ez a négy fióska. Miék az egész város? Aki ezt most végigcsinálja, az beledöglik. Nánai Mihály szerint ahhoz, hogy a diákok értsék az Antal József és Göncz Árpád között kialakult konfliktust, be kell mutatni a korabeli politikai paletta ideológiai széttöredezettségét és a gazdasági modellváltás problémáit is. Ha létezik másik interpretáció, azt is bemutatjuk mellette, és akkor ilyen módon tulajdonképpen mérlegelni lehet, hogy a filmnek a megközelítése az milyen és hogyan működik. Tehát ez mindenképpen lényeges, de az elsődleges funkció azon túl, hogy most megértsük a történelmi hitelességet, meg egyebeket, hogy valahogy kötődni tudjon a korszakhoz, a témához. Nánai Mihály úgy látja, a filmek a történelmi tényeken túl az adott korszak milliójét is visszaadják, így a kosztümök karakterek mentén is le tudják festeni az adott korszakot. Szerinte éppen ezért van szükség ezekre a filmekre, mert az alkotások valamely szegmense mindegyik korosztályban képes párbeszédet elindítani. Elkezdődött a beszélgetés azonnal itt a filmekről. És a nézőket kirekesztettük természetesen. És a nézők természetesen kimaradtak belőle, de például a blokkád megjelenése után azért azonnal elindult a vita arról, hogy vajon hogyan kell és hogyan lehet beszélni a közelmúlt történelméről. Ez a probléma ebben a dologban? Tehát egyáltalán fölvetődhet az a kérdés, hogy hogyan kell beszélni a közelmúltról? Vagy hogyan lehet beszélni a közelmúltról? Nem arról van szó, amikor ezt a kérdést föltesszük, amit annyira utáltunk a 60-as, 70-es évek, meg a 80-as években? Hát legalább három Miss Thatcherről szóló filmet láttam már. Hát ez máshol ez nem probléma. Tehát nem csak Szergej Bondárcsuktól lehet megnézni egy világháborús filmet, hogy 50 éve volt, vagy 70, hanem a jelent is feldolgozzák. Én nagyon élvezem, komolyan. Egyre jobb ilyen filmeket nézni, mert tehát a blokkádot kimondottan élveztem. Ezt úgy is találtam, hogy ez egy optimálisan megmunkált film, mert jó, a téma jó, megvalósítás, kellőképpen távol van, azért tényleg nem a tegnapról szól, és nekem nagyon tetszett. Rég voltam ilyen jó ízben moziban, mint a blokkádot látva. András? A kérdés sátán ilyen bonyolult. Én nem akarlak benneteket elkedvetleníteni. Amit arról mondtál, hogy a megcsináltsága, ugye itt mindenféle idézetek voltak, hogy mik is készültek a múltban. Ehhez képest azt kell, hogy mondjam, hogy a blokád szakmai szempontból rendesen összerakott munka. Kész, ezzel letudtuk. Ja, ha egy kicsit tovább lépünk, akkor már komolyabb kérdések vetődnek fel. Mert hogy ez egyfajta múlt értelmezés, amit miért ne tehetne meg bárki? Egészen addig, amíg nem ütik rá az állami körbélyegzőt. Ugye, és abban a minutumban, várjuk meg, mi lesz a következő napokban, hogyha pártunk és kormányunk ráüti a körbélyegzőt, és azt mondja, hogy ajánlott vagy kötelező film, akkor sajnálatos módon meg kell valakinek szólalnia, hogy nem biztos, hogy ez így történt. Vagy ahogy egyszer mondta itt egy politikus, beszólt a jelöltnek, hogy nem azt mondták, Feri. Ugye van egy nagyon komoly probléma, bocs, hogy hosszú vagyok, de ugye én egy véntrotty vagyok. Tehát az én esetemben ezeket a filmeket kétféle szemmel kell néznem. Egy, éltem akkor sajnálatos módon, láthatjátok, hogy már nem vagyok olyan nagyon fiatal. Kettő. Mi is éltünk. Igen. Hát ez nem lep meg.
Picikék voltatok. Hát én már egy rendes, felnőtt dolgozó ember voltam, nyakig ebben a mindenfélében, amiben vagyunk most is. Ezért van az, hogy én például a rendszerváltás szóról leszoktam, majd ezt megbeszéljük kint, hogy miért nem gondolom úgy, hogy itt rendszerváltás történt, hanem egyfajta hatalom újraosztás. Ez egy önálló műsor téma. Tudom, lesz. Nem, csak azért mondom, hogy esetleg ilyet találok mondani, akkor érts, hogy ez egy nagyobb gond. És Antal sem így szerette ezt a szót, ha jól emlékszem. Az egy szóval az igazi problémám akkor a következő. Van egy Rész András, aki élt, valóságos élményei vannak, nézte a műsorokat, olvasta a híreket, kim volt az utcán, és van egy Rész András, akinek most olyan szemmel kellene nézni ezeket a filmeket, mint annak, aki mondjuk akkor született. Hogy hogyan lehet viszonyulni ahhoz, ami megtörtént velünk, és ezért vannak fura kétségeim. Tehát van egy Rész András, aki megnézi mondjuk a besúgót, és azt mondja, hogy tárgyak rendben, háttér rendben, bútorok rendben, ruhák rendben, zene rendben, csak ez a világ nem így működött. Ha most lennék mondjuk 20 éves és megnézném, akkor azt mondanám, apám, ez tök jó, hát lehet, hogy a világ így működött, én nem éltem akkor, de neked igazad van. Amíg de nincs neked rajta... akkor sincs igazad, hogyha akkor éltél és úgy gondoltad. Mert lehet, hogy a te világod úgy működött, másnak meg akkor is másképp működött. Tehát miért figyelj, nem valaki egy másik rejét? Mert vannak a hétköznapi életnek aprócska tényei, a besúgó nem tudom, meg volt-e nektek. Meg volt, meg volt? Abszolút, igen, azt is szerettem. Aki úgy tud beszervezni egy srácot a 80-as évek közepén, hogy különben az öccse meghal, mert nem kapja meg az aszmájára a megfelelő gyógyszert, az nem tudja, hogyan működtek a 80-as évek, amikor ez nem lehetett probléma, ez úgy nézett ki, hogy az orvos odaadta a receptet, és kerestél valakit, aki kimegy Bécsbe, és behozza neked. Tehát az alaptézise dől meg, tehát nem úgy hitelte, hogy a részletekben, de basszus, ha valaki nem élt a 80-as években, és nem ismerte ezeket a trükköket, megnézi azt, hogy szörnyű világ lehetett az, vazer. András, hadd mondjak erre valamit, bocsáss meg. Belemelegedsz itt a dolgot. Először is egy kicsit visszakanyarodva, aztán itt erre a besúgós részre reflektáljak én is. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy az fontos kimondani, hogy ezek fikciók. Tehát olyan filmekről beszélünk, amelyek adnak egyfajta múltértelmezést, de megvan az a szabadságuk, hogy nem lehet rajtuk számon kérni azt, hogy tökéletesen visszaadják azt, ami abban a korban volt, vagy egyfajta történelmi tablók legyen, illetve tablónak tablók, de nem, hogy nem történelmi könyvek. Nem dokumentumfilm. Így van, nem azok. Nem azok. Tehát meg kell adni az alkotóknak azt a szabadságot, hogy igen, ők fikciókat mutatnak be nekünk a képernyőn, és ebben van szabad mozgásuk, és lehet velük vitatkozni, és akkor itt jön az, amit te mondtál, és el lehet mondani, hogy valaki, mert ugye én a blokádot nem láttam, de olvastam róla a kritikákat, és nagyon erősen kritizálják, hogy tévesen értelmezi az akkori folyamatokat, nem is úgy voltak, stb. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. A besúgóval kapcsolatban is voltak ilyen kritikák. Én a besúgót nagyon szerettem, meg kell, hogy mondjam, aki átéltem azt, meg bizonyos szempontból a mi generációkról, meg rólunk is. A blokádot is átélted, Gábor. Azt is így van. De azt nem láttam, mondom. Szóval, hogy a besúgóról tudok ilyen szempontból autentikusan nyilatkozni, tehát ezzel együtt én is tudom, hogy sok minden nem úgy volt, de nem ezt kell benne nézni. Tehát amit te mondtál példát, oké, lehet, hogy ebben van valami, de azt tudjuk, tehát azt nem árt tudni azért mindenkinek, hogy igen, ez úgy működött ez a rendszer, hogy embereket megzsaroltak bizonyos dolgokkal. Megzsarolták például azzal, hogy milyen mondjuk a nemi akit identitása. Lehetett, papa, akit lehetett. Megzsarolták szóval a családtagjaival, megzsarolták mondom, betegséggel. Mondom, te most valami olyasmit mondasz, szóval beszállsz abba a meccsbe, amelyik arról szól, hogy a múlt bűnei, a besúgók, a mifene, elnézést, van egyfajta kontinuitás a világunknak, és egy ilyen laza mozdulattal azt mondani, hogy a múlt sötét bűnei, édesanyja, egy csomó embert meg nem lehetett megzsarolni, hanem azt mondta... Ebben a filmben ugyanúgy ott vannak. Hát vannak a meg nem zsarolt fiatalok is. Van, aki a besúgó, ugye pont... De várjál, én most nem a művekről beszéltem, félreértésnesség. De mások, de nem, nem mások a meg harcolnak a én rendszerrel. Én a valóságos szemben. Életről beszéltem. Dönthetett az ember. Dönthetett. Képzeld el, András... Érintetnek éreztem magamat. Kérlek, ültem a Szőlőtéri kanapén, mert ott élek, már jó régóta nem Veszprémben, de Veszprém vagyok. Ez a film véletlenül egy veszprémi fiúról szólt. És képzeljétek el, véletlenül ez a veszprémi fiú elhangzik egy pillanaton, biztos nem fel se tűnt nektek, a 2. számú általános iskolába járt. Az iskola már nincs meg. Egy forfa épület volt, eltörölték, én abba jártam.
És ráadásul aszmás volt az öccse, én aszmás voltam. És képzeld el, András, ott éltünk Veszprémben, senkit nem ismertem, aki mondjuk Bécsbe járt volna. És ha megzsarolt volna valaki engem, nem tudtam volna Bécsből, nem tudom, gyógyszert szerezni, mert nem ismertem olyat. Itt a fővárosban ez egész más világ lehetett. De Veszprémben, ahol a film véletlenül került, és véletlenül velem találkozott ilyen értelemben, ott ez sokkal hihetőbb. Amúgy is egy műalkotás, igaza van a Gábornak, de hogy még akár dokumentum szerelni is tudna működni. Figyeljetek, ha már művekről beszélünk, megjegyzés, ez a történet Budapesten játszódik, egyetemisták között, akik elég jól ismerik a világot. Ez egy Veszprém. De a fiú vidéki... Mondom, a filmről beszélek, és nem Veszprémről. A besugó története egy budapesti kollégium közgazdász hallgatói között forgolódik. Na most, ha ők az így kevéssé ismerik ezt a világot... Az elképzelt gazdasági egyetem. Elnézést, egy picit hadd szakítsam meg ezt. Tehát te azt mondtad, hogy András, hogy attól lesz veszélyes, hogyha rákerül majd a pecsét, hogy ez így most van. Hivatalos. Mondanál nekem olyan dolgokat, amire mostanában rákerült így a pecsét? Hogyne. Még ártatlan dolognak tűnt, amikor a Szabadságszerelem kötelező filmé vált. Mármint az iskolában? Iskolákban? Persze. Vitték a gyerekeket tömegesen, hogy kötelező volt vagy sem, nem tudom. Valaki melegen ajánlotta. Miközben félreértés ne esik, a Szabadságszerelem az 1956-os forradalmat, ellenforradalmat, népfelkelés, sajnálatos eseményeket. Hát egy meglehetősen heroikus, furcsa fénybe burkolta. Szerinted egy pecsét, ez egy hivatalos pecsét volt? Tehát meg de volt is ez valaki? A kormány volt akkor hatalmon, amikor az a film kijött. De miért? Miből gondolt, hogy én kizárólag egyfajta kormányról igen, ez beszélek? Logikus, amikor azt mondom, hogy körbélyed. De nem emlékszem de én azt a filmet is szerettem, én akkor lehet, hogy egy ilyen nagyon lektűr gyerek vagyok. De akkor de menjünk figyelj. Egy picit tovább, hogyha szerinted ez a pecsét, akkor az milyen pecsét, amikor mondjuk azt mondja, a HVG azt írja, a blokád egy kibeszéletlen történetet keresett, de kurzusfilm lett belőle. Puff a pecsét, kurzusfilm. Antal Józsefnek szobrot állít Göncz Árpádból, hülyét csinál az új kurzusfilm. Puff a pecsét. A film erős kritikát gyakorol a köztársasági elnök személyét illetően, tehát ne légy különösebben meglepve, amikor megosztja az édes közönséget, és ugye sokan meg azt hánytorgatják föl, hogy kettejük közül volt, akinek sikerült 5 esztendőt eltölteni a börtönben, de erről a film tapintatosan hallgat. Szóval a vita tökéletesen helyén való, ezért úgy gondolom, hogy nézd meg, értelmez, vitatkozz róla, egy dolgot nem szeretnék látni, amikor azt mondod, hogy ezt elismerjük hivatalos történelemnek, ugyanis abban a pillanatban véget ért az a beszélgetés, hogy te milyennek látod Antal Józsefet, milyennek látod Göncz Árpádot, Kónya Imrét, Horváth Balázst, mert hogy mellékesen kezd csinálóna a kormány karikatúrája erőteljesen megjelenik ebben a filmben. Szile? Azért örülök ennek a vitának, mert a látszattal ellentétben én sem vagyok annyira fiatal, és a gyerekkoromat azt az Ceausescu diktatúrába töltöttem egész 14 éves koromig, akkor volt ott a rendszerváltás vagy változtatás. És filozófia szakelvégzése után kerültem én a korunkhoz filozófiai szerkesztőnek, tehát az akkori, hát ilyen csúcsértelmiségi körbe be Kolozsvárra, ami egy kicsit olyan lehetett, mint a veszprémi fiúnak Budapestre bekerülni ebbe a társaságba, és folyamatosan zavart engem az, hogy úgy viselkedett az erdélyi magyar csúcs értelmiség, mintha a 90 előtti időszak ilyen történelmi vakfolt lenne, vagy fehér volt, mintha nem történt volna semmi. Tehát, hogy nem beszéltünk ezekről a 89 előtti történetekről, ki kit sugott be, kit nem sugott be, volt egyáltalán ez a besugós történet, ki milyen paktumot kötött, vagy nem kötött paktumot az akkori elég ellenséges többségi hatalommal, a kommunista diktatúrával, és ennek viszont az lett a következménye, hogy rengeteg embert az a revitalizált román titkosszolgálatok, tehát a Securitate-nak a majdnem jogfolytonos utódja, amit a fekete március kapcsán revitalizáltak, zsarolni tudtak az elhallgatott múltjával. Tehát, hogy rengeteg olyan személyiségről tudok, akit még nem tudom, az ezredforduló környékén is fogtak azzal, hogy majd neki napvilágra kerülnek ezek a tök mindegy milyen motivációból
leadott iratai, sőt, olyannyira bele mentünk ebbe a történetbe, hogy én is elkövettem egy orbitális hibát jóval később, amit a mai napig rettentesen szégyellek, és most készülök megírni a nagy mea culpázásomat és bocsánatkérésemet. És van egy Székely János nevű rettentesen jó költő és drámaíró, aki 56 után, illetve 90 után áttelepült Magyarországra, elmondta, hogy ő együttműködött a román hatalom, szégyentelens dolgokat csinált, ezt ő írja az előszavában, megválogatta saját életművét, és azt mondta, hogy ezeket fogadja el saját életművéből valid teljesítménynek az összes többit felejtsék el, tehát hogy ő... És ebből én azt a következtetést vontam le a múlt kibeszéletlensége okán, hogy ő besugó volt. És ezt el is mondtam egy interjúba, ami után leharapták a fejemet mindenfajta, tehát az olvasótól a nagy tudású professzorig, hogy nem volt besugó. Én meg mondtam, hogy hát de hát ő mondja, hogy ő együttműködött, szégyenteljes dolgokat csinált, és nem tudom micsoda. Ezzel elvágtam a vitát, nyilván a nagyátok azóta is ki van rám mondva, csak hogy én utána ráállítottam egy történészt, aki azóta, tehát körülbelül 3 éve kutatja a bukaresti levéltárakat, a mindenfajta levéltárakat, az összes dossziét átnyál, azt az mindent átnézett, és kiderült, hogy nem volt besugott, tehát ő soha nem sugott be. Tehát, hogy én meg akaratlanul is felültem az ő mondataira, de a kibeszéletlenség okán belecsúsztam abba, hogy az egyik legnagyobb költőnket és drámaírónkat kvázi morálisan... Hóz volt, vagy hogy mi? Nem. Az együttműködés és a besugás, az, hogy ő miket csinált, az ő morális mércéje szerint mi az, ami szégyenteljesnek minősül, az egy másik kérdés. És hogyha elkezdünk erről beszélni, és a filmek kapcsán ti most erről beszéltek, hogy mi volt, mi nem volt, van-e felmentés, van-e morális kötelezettség, és így tovább, akkor ezeket a múltbéli traumákat kezdjük el kibeszélni, és én úgy gondolom, hogy ezáltal jobbá válik a mai magyar valóság is. Tehát akkor nem tudjuk egymásra dobálni a sarat, hogy akkor a te apád az én apám, te anyád az én anyám, meg ezeket a régi sérelmeket félre tudjuk tenni. Tehát ennek van egyfajta ilyen katartikus ereje. Igen, és ezért jó példák ezek a filmek. Ne arra, bocsánat. Gábor. Igen. Köszönöm, hogy eljöttetek. Egyetlen, ott voltam a Toldi moziban a filmnek a bemutatóján, pontosabban a Toldi gimnáziumnak a tornatermében, és ami a film után a legizgalmasabb volt, nagyon sok emberrel beszélgettem, hogy szinte mindenki azt mondta, hogy ez azért fontos film, mert újra nyit egy kibeszéletlen vitát. Tehát gyakorlatilag újra visszahozta azt a történelmi eseményt, amit soha nem tudtunk igazán kibeszélni. És most talán sikerül kibeszélni, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Köszönöm, hogy eljöttetek. Önök az Ez itt a kérdés, látták műsorunkat, újra nézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Ki volt Mindszenty József? Az Ez itt a kérdés következő adásában erről lesz majd szó. Tartsanak velünk holnap is. Én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. Thank you.